Több szamovár és diavetítő is helyet kapott az orosz kiállításon, a nyíregyházi Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium aulájában több standon mutatták be az orosz kultúrát. A fiatalok kissé ügyetlenkedve szedték szét a matrioskát, majd ügyesen rakták egymásba a kettészethető fababákat. Én ismertem ezeket a kis babákat, meg néhány ilyen festett tárgyat is. A diákoknak minden tárgy és emlék érdekes volt, hiszen ezekről csak szüleiktől, nagyszüleiktől hallhattak eddig. A kiállítás szervezésében a tanárok is segítettek, az intézmény igazgatója például egykori orosz szótárát, otthon gyűjtögetett pénzérméit és könyveit is elhozta a kiállításra. Földrajzi történelmi témájú könyveket, atlaszokat adtam a kiállítás szervezőinek, illetve numizmatikusként pedig az egykori Szovjetunióban használt rubel, illetve kopejka forgalmi sort is kiállítottuk, és akit érdekel a numizmatika, hogy milyen pénzt, fizetőeszközt használtak az egykori Szovjetunióban, az ezt megnézheti. Az iskolában 5 idegen nyelven tanulhatnak a diákok, többek között az orosz nyelvet is elsajátíthatják. Tanulok orosz, most szeptemberben kezdtem, tavaly szeptemberben. Azért tartom fontosnak, mert szerintem egy nagyon szép nyelv és érdekes, és igaz, hogy nem beszélik sok helyen a világon, csak Oroszországban, de attól még ugyanolyan fontos. Autentikus orosz ételeket is kóstoltak a diákok, az aulában marhahússal töltött pelmenyit és almás pirogot kínáltak. Az iskola udvarán pedig egy ladát és egy uaszt is megtekinthettek a diákok.